A párt preferenciák nem igazán változtak a nyári hónapokban, továbbra is magabiztosan vezet a Fidesz a teljes népesség körében 26%-kal, és az MSZP is őrzi 15%-os támogatottságát, derül ki az Ipsos kutatásából. A választási aktivitás viszont megnőtt. Az egy hónappal korábbi 38 helyett 44%-ig éri biztosra választási részvételét. A részvételi hajlandóság különösen a 20-as, 30-as korosztályokban és vidéken emelkedett 10-10%-ponttal, de ők így is kevésbé aktívak másoknál. Závesz Tibor a vendégem, jó estét! Jó estét kívánok! A megkérdezettek több mint fele, vagy fele, új kormányt akar, viszont nem nőtt a pártok támogatottsága egyik, és hát itt ez esetben ennek a mondatnak akkor az lehetne a folytatás, hogy az ellenzéki pártok támogatottsága nőtt, mert a megkérdezettek fele kormányváltást akar, tehát nem a jelenlegi kormánypártot. Szóval nem értem a két ellentmondást, akkor hol vannak azok, hát akik kormányváltást akarnak? Azoknak az aránya nem nőtt, akik kormányváltást szerettek volna. Elég hosszú ideje, ez a nyár a pangásról szól, vagy a pártpreferenciák változatlanságáról. Ebben az adatban is ez megnyilvánul. Tehát nagyjából azért, ha jól emlékszem, a 48 és az 52% között szokott mozogni a kormányváltók aránya, kormányváltást szándékozók, akarók aránya. Az persze egy teljesen jogos kérdés, hogyha az ellenzéki pártok támogatottságát összeadjuk a népesség egészében, akkor nem jön ki ez az 50%, tehát nem szintetizálódik tulajdonképpen a pártoknál ez az óhaj. Ennek biztos megvan az oka, hogy nem látnak a kormányváltók, egy szándékozók egy része nem lát az ellenzék sorai között olyan pártot, amelyik ezt a szándékát meg tudná valósítani. Meg is valósítaná. 2002 óta, nem mondom, hogy csinyán bánunk a közvéleménykutatások, minden esetre nagy tanulság volt a 2002-es választás a közvéleménykutatóknak is. Nem mondom, hogy a fekete éjszakájuk volt, csak gondolom. Szóval, hogy nagyon sok volt a rejtőzködő szavazó. Ezért aztán most már hónapról hónapra mindig nézzük, hogy kik azok, akik pártoktól eltávolodottak, kik azok nem válaszolnak, megpróbáljuk kikövetkeztetni, mármint, hogy önök, hogy akkor hány százalék az, aki volt Fidesz szavazó, de csalódott, volt MSZP szavazó, de csalódott. Most viszont rákérdeztek arra is, hogy ha valaki titkolja, ha rejtőzködik, akkor ezt miért teszi? Illetve nem is a miértre, hanem ennek a mértékét szerettük volna tudni. Tehát általában abból következtetjük, hogy amikor a pártpreferencia kérdést feltesszük, akkor több válaszadási lehetőség van. Többféleképpen el lehet hárítani ezt a kérdést. Például úgy, hogy nem akarom megmondani, hogy melyik pártra szavaznak. Ezt szoktuk használni, de most direkt módon rákérdeztünk arra, hogy az elmúlt egy évben előfordult-e a választóval olyan szituáció, amikor jobbnak gondolta azt, hogy eltitkolja a politikai hovatartozását, a nézeteit, a párt preferenciáját. Hát az adat némileg megdöbbentő, mert hogyha a rendszeresen, akik ezt rendszeresen megélik nap mint nap, ez 7%, és azok, akik ha nem is minden nap, de elég sűrűn ezzel a jelenséggel találkoztak, és jobbnak látták elhallgatni a preferenciát, ez 24%, ezt összeadom, akkor 31%-nál tartunk, akkor azt mondhatom, hogy minden harmadik magyar választópolgárral az elmúlt egy évben előfordult az, hogy eltitkolta egy bizonyos életszerű helyzetben a preferenciáját. Nyilván az emberek nem ezzel kelnek, nem ezzel fekszenek, hanem a politika az néha sorra kerül. És ezekben a szituációkban minden harmadik választópolgár azt megélte, hogy ő akkor inkább csendben volt. De ha azt mondom, mondok egy másik számot, ez ugyanaz, csak 2,5 millió választó. Tehát 2,5 millió választónak van egy ilyen élménye. Na most nem kell azt gondolni, hogy ők mindannyian ellenzékiek, és olyan félelmélék. Persze, Fideszes is eltitkolhatja adott helyzetben. Hát bizony, pont azt mutatja ez a kutatás, hogy az eltitkolók egy tekintélyes része Fidesz szavazó ugyanebben a kutatásban. Tehát azt mondja, hogy ő el szokta titkolni, ám de itt megmondja nekünk a kutatásban, hogy ő Fideszes, ez a választókorú népesség 8%-a. De ha itt, és akkor vannak ilyen MSZP-sek, és természetesen mindenféle más párti szavazó, de a lényeg az, hogy van 10%-nyi olyan magyar választópolgár, aki a közvéleménykutatás során sem mondja meg, hogy melyik pártra szavaz, és egyébként azt mondja magáról, hogy ő el szokta titkolni. Tehát most itt egybeérnek a dolgok. Tehát van 800 ezer olyan szavazó, akiknek nem tudjuk kideríteni semmilyen módon, és ő talán magának megvallja otthon, de nyilvánosság előtt, közvéleménykutató előtt nem. És ha még egyet hadd szűkítsek, mert ez szerintem ez a leglényegesebb, hogy a választópolgárok 5%-a pedig olyan, aki nem csak hogy
nap mint nap eltitkolja a preferenciáját. Nekünk is azt mondta a pártpreferencia kérdést, hogy van nekem pártom, de én nem fogom megmondani. Tehát tulajdonképpen ez az abszolút rejtőzködő, ez a totális rejtőzködő, a népesség 5%-a 400 ezer szavazó. És amikor elkezdtük megnézni, hogy ők mégis hogy vélekednek a politikáról, hova sorolhatók, akkor az derül ki, amit persze sejtettünk, hogy ők kormányváltó hangulatban vannak. Tehát ők feltehetően azt fogják majd tehát a... nem Fidesz szavazók. Így van, nem ez biztos, hogy nem Fidesz szavazók. Elégedetlenek a jelenlegi közállapotokkal, tehát Magyarország szerintük rossz irányba halad, és a harmadik jelenség, hogy nagyon is aktívak, tehát sokkal aktívabbak, mint a egyébként aktivizálódó társadalom. Tehát ez a 400 ezer ember, ennek a nagy része ez valószínűleg... Ez 5% a népességnek, ez a 5% a népességnek, ez valószínűleg egy szavazó réteggé fog válni a jövő évben. Nagy valószínűséggel a jelenlegi baloldal környékén keres majd magának pártot. Hát ha hozzáadjuk a jelenlegi támogatottsághoz, nem jutunk azért a Fidesz támogatottságáig el. Tehát ez az alapsor arra is rávilágít, hogy legalábbis a mérés szerint a rejtőzködés mértéke az nem akkora, hogy befedje azt az űrt, ami jelenleg az ellenzéki pártok és a Fidesz között támogatottságban van, de mindenképpen közelebb hozza. És még egy dolgot hadd mondjak, mert szerintem ez is sokat mond a mai magyar társadalomról, hogy kik azok az emberek, akik ezt az abszolút rejtőzködést véghez viszik, és hát ha össze akarom foglalni, akkor azt mondhatom, hogy akiknek van veszteni valójuk, tehát aktív szavazók, aktív munkavállalók, tehát félnek attól feltehetően, hogy elveszítik az állásukat, közép- és felsőfokú végzettségek, tehát kvalifikáltabb rétegek, és inkább vidéken, kisvárosokban, falvakban láthatjuk ezt, ahol értelemszerűen nagyobb súlya van annak, hogyha valaki megvallja esetleg a korszellemmel ellentétes preferenciáját, negatív következménye lehet jobban, mint mondjuk egy budapesti közegben. És akkor meg ott vannak a bizonytalanok. Hát ők most csak a rejtőzködők voltak. Így van. Ott vannak a bizonytalanok, igen. Tehát, hogy ha őket is összeadjuk a rejtőzködőkkel, a bizonytalan még meggyőzhető, tehát nem teljesen elutasító, teljesen pártoktól, politikától elfordul, csak hát nem tudja, hogy mi legyen. Persze, hát ilyen is van, körülbelül 20%-a a választókorú népességnek olyan hagyományos értelemben vett bizonytalan, tehát azt mondja, hogy ő... nem megtagadja számunkra a preferenciát, nem az az ő problémája, hogy passzív lenne, hanem jelenleg a készletből ebben a pillanatban nem tud választani. Tehát ez egy 1,5 millió szavazó, persze, hát erre rá lehet startolni, nagyon sok, rá lehet startolni, nyilván nem fog közülük mindenki elmenni, de ha egy erős kampány lesz, akkor biztosan el fognak menni 1 millióan, tehát ennek a megoszlása, ennek az elrendeződése az nagyon nagy mértékben befolyásolhatja a politikai erőviszonyokat jövő tavasszal. Hogyha nem optimista, csak pesszimistán azt mondjuk, hogy a 1,5 millió megmozgatható szavazóból nem biztos, hogy mindenki elmegy, hanem 1 millió megy el, meg ott vannak a rejtőzködők, még 400 ezeren, hát azért az már egy jelentős tömeg. Hát egy olyan jelentős tömeg, ami átalakíthatja a jelenlegi politikai erőviszonyokat teljes mértékben. Ez nyilván nagyon erőteljesen kampányfüggő. Azt lehet már látni, hogy valami fajta érdeklődés itt az utolsó hónapban erősebbé vált a társadalomban a közéleti kérdések iránt. Tehát nyár van, de több adat jelzi, például a részvételi hajlandóságnak az emelkedése, ami a 40% alatti volt az elmúlt hónapokban, most 44%. Ez az egész nagy pártoktól távolságot tartó csoport, ami általában 45-47% volt, ez most 43%. Tehát több jel utal arra, hogy a politika kezd ismét a közbeszéd tárgyává válni. Azt gondolom, hogy a pártok, ha ezt folytatják, akkor ősszel lehetnek átrendeződések. Tehát lehetnek a mostani 1-1%-pontos emelkedéseknél, csökkenéseknél nagyobb változások. Forró lesz ez az ősz, az már biztos. Köszönöm szépen, hogy itt volt.